Visszaesett a kereslet, mintegy 20%-kal kevesebb baromfihús fogyott január hónapban az előző év hasonló időszakához képest. Ennek oka a sertéshús áfájának drasztikus csökkentése. Támogatási kérelem. Konzorcium vezetőként a kormányhivatal munkaügyi főosztályával együttműködve segítheti a jövőben a helyi munkaerőpiac bővülését a megyei önkormányzat. Szexuális zaklatás. Simogatta és bizalmas üzeneteket küldött diákjainak egy nyíregyházi kollégium tanára a gyanú szerint. A férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van. Mintegy 20%-kal kevesebb baromfihús fogyott január hónapban az előző év hasonló időszakához képest. Ennek oka a sertéshús áfájának drasztikus csökkentése. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ennek köszönhető az is, hogy a feldolgozók átlagosan 15%-kal olcsóbban adják a baromfihúst, ami leginkább a csirkecombnál jelentős. Ezt azonban a vásárlók kevésbé érezhetik az üzletekben, mivel az árcsökkenést a kereskedők legtöbbször nem érvényesítik az árakban, közölte a Magyar Broiler Szövetség elnöke. Január 1-től drasztikusan csökkent a sertéshús áfája, 27-ről mindössze 5%-ra módosították. Ezt a kedvezményt a kereskedők beépítették az áraikba, így a vásárlók is érezhetik a változást. Ennek köszönhető, hogy az első hónapban közel 20%-kal kevesebb baromfihús fogyott az előző év hasonló időszakához képest. A feldolgozók, reagálva a kereslet csökkenésre, mérsékelték az áraikat. A következményeket már látjuk. Elindult a baromfihúsok árcsökkentése. Ez nem egy elhatározott, ez egy kényszerű lépés volt a feldolgozók részéről, mert ha versenyben akartak maradni a fogyasztók kegyeért, akkor bizony a csirkemellnek, a csirkecombnak és az egyéb baromfi alkatrészeknek is le kellett vinni az árát, ahol látványos és nagyon nagy árcsökkenés következett be az elsősorban a csirkecomb átadói áraknál, és azt tapasztaljuk, hogy ennek a átcsökkenésnek egy nagy részét a kereskedelem viszont megtartotta, nem adta tovább a fogyasztónak. A felvásárlási árak csökkentek a csirkemellfilé, a csirkeszárny és más baromfi termékek esetében is, de a téli tartás azonban nagyobb költséget jelent a termelőknek. A szakma szerint a jelenlegi közel 15%-os ár, profit és jövedelem csökkenés már nem kigazdálkodható, ezért ha tartósan így marad a helyzet, 2-3 hónapon belül elkezdődhet az egész magyar baromfi ágazat leépülése, tette hozzá Bárány László. Erősíteni a megyei szintű foglalkoztatási gazdaságfejlesztési együttműködéseket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. A mai közgyűlésen erről is szavaztak a képviselők. A terület és település fejlesztési operatív program egyik felhívására nyújt majd be kérelmet az önkormányzat, annak érdekében, hogy konzorcium vezetőként a kormányhivatal munkaügyi főosztályával együttműködve segítse a helyi munkaerőpiac bővülését, képezzék a dolgozókat, a foglalkoztatóknak pedig bértámogatást nyújtsanak. Napi rend előtti felszólalásában a Fidesz-KDNP frakció vezetője, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési miniszteri biztosa a vidékfejlesztési program aktualitásáról szólt. Lipők Sándor kiemelte, a 2020-ig tartó uniós ciklusban a program megvalósítására 1300 milliárd forint áll rendelkezésre. A pályázati kiírások tekintetében ugye 19 ilyen jellegű kiírás jelent meg. Most jelen pillanatban 610 milliárd forintban vannak kiírások, de ez év végéig az 1300 milliárd forintos keretre az összes forrás kiírás megtörténik. A képviselők a terület és településfejlesztési operatív program egyik foglalkoztatási gazdaságfejlesztési felhívásával kapcsolatosan úgy döntöttek, támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat, hogy erősítsék a megyei szintű foglalkoztatási gazdaságfejlesztési együttműködéseket. Ez az egyetlen egy olyan topos pályázati kiírás, amiben már eleve a megyei önkormányzat kedvezményezetként meg van jelölve. Konzorciumvezetőként, kötelező konzorciumi partnerünk a kormányhivatal munkaügyi főosztálya, és más konzorciumi partnerekre is támaszkodhatunk, hogy egy olyan foglalkoztatás ösztönző paktumot valósítsunk meg a megyében, és aztán majd kistérségi paktumokban is részt vesz a megyei önkormányzat kötelezően konzorciumi partnerként a következőkben, amely a
munkaerő képzését, átképzését célozza meg, és vállalkozóknak, foglalkoztatóknak munkaügyi támogatást nyújt, tehát bértámogatást nyújt, illetve munkába járási támogatást is nyújt. A közgyűlésen a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról is szavaztak a képviselők. A szocialisták szerint a témában szükségtelen az önkormányzati határozat. A magyar kormány ettől a határozat megszületésétől függetlenül már hónapokkal ezelőtt eldöntötte, hogy el fogja utasítani a betelepedési kvótát. Ehhez a kormánynak a megfelelő felhatalmazása mind a parlamentben, mind másutt megvan. A Fidesz összegyűjtött 1.800.000 aláírást az utcán ennek a témának a támogatására. Tehát szerintünk semmi sem értelme nincs annak, hogy egy olyan ügyben hozzon határozatot egy önkormányzat, amelynek semmi, de semmi köze nincs az önkormányzat egyébként működési szabályaihoz, az önkormányzat jogköreihez. A jobbikos képviselők a kvóta elutasításáról szóló előterjesztést üdvözölték, ám hiányosnak vélték, ezért módosító javaslattal éltek. Ők továbbá elutasították volna a visszatoloncolás intézményét, valamint a migránsok kötelező közfoglalkoztatását is. A szocialista frakció talán még szóra sem érdemes módon reagált rá. Nagyon felháborít az a fajta viselkedés, amit műveltek itt a szocialista képviselők. Én azt gondolom, hogy méltatlan volt mind az ügyhöz, mind az ország stabilitásához, mind magyar állampolgárhoz az a fajta véleménynyilvánítás, amit ők elmondtak. A Fidesz frakció részéről számomra érthetetlen az a fajta ellenállás, ami az abban nyilvánult meg, hogy egyetlen pontját sem fogadták be, egyetlen mondatás vagy egyetlen szavát sem fogadták be a módosító javaslatunknak. A képviselők többek között a megyei önkormányzat idei költségvetéséről is döntöttek. A költségvetés főösszege több mint 800 millió forint. Ez áthúzódó tételeket, pályázati összegeket is tartalmaz. A megyei önkormányzati hivatal működésére, tárgyi személyi juttatásokra valamivel több mint 300 millió forintot fordítunk a következő évben. A tervek szerint régóta esedékes beruházásokat is elvégez majd az önkormányzat, egyebek mellett fejlesztik a közgyűlési szavazóberendezést, valamint belső felújításokat is végeznek a megyeháza épületén. Szexuálisan zaklatta, simogatta és bizalmas üzeneteket küldött diákjainak egy nyíregyházi kollégium tanára a gyanú szerint. A tanulók ezt nem merték visszautasítani, attól féltek, hogy abból bajuk lehet. A férfit őrizetbe vette a rendőrség, majd 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték. A nyíregyházi járásbíróság szombaton rendelte el nem jogerősen a férfi előzetes letartóztatását. 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése és szemérem-sértés gyanújával. Ha elítélik a tanárt, akár 5 év börtönbüntetést is kaphat. A törvényszék szóvivője azt mondta, hogy két ok miatt tartóztatták le a férfit. Az egyik az eljárás meghiúsításának a veszélye, tehát az ügy speciális jellege miatt felmerülne a tanúk befolyásolásának lehetősége, a másik pedig a szökés elrejtőzés veszélye, a cselekmény súlyossága alapozta ezt meg. Nem látszat intézkedése a kormány új otthonteremtési támogatása, jelentette ki Petneházi Attila, a Fidesz országgyűlési képviselője a párt nyíregyházi tájékoztatóján. A politikus szerint a csok hozzájárul a fiatalok gyermekvállalási kedvének növeléséhez, és mint mondta, beslések szerint a 40 év alattiak 20%-a igénybe veszi majd a kedvezményes konstrukciót. A tájékoztatón Minnai Győző arról beszélt, Magyarország továbbra is ellenzi a kötelező betelepítési kvótát. Azonosan gondolkodnak a visegrádi országok, de most van egy új fejlemény. Az új fejlemény az, hogy ha Görögország nem képes Schengent védeni, ugye Görögország a legdélibb pontja a schengeni határnak, akkor egy második védvonalra van szükség, mert az embercsempészek és a migránsok mindig találnak új útvonalakat maguknak. Erre példaként tudom azt mondani, amikor Magyarország felépítette a műszaki határzárat, vagy más nevén a kerítést, akkor mentek Horvátország és Szlovénia irányába. Éppen ezért egy második védvonalat kell kialakítani Macedónia és Bulgária határainál. Magyarország szorgalmazza, hogy a Schengenbe vonjuk be Bulgáriát, és Macedónia is minél hamarabb lehessen, akár az Unió valamilyen státuszú tagja is.
Elértéktelenedtek az alapellátási praxisok Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, hangzott el az MSZP Nyíregyházi tájékoztatóján. A párt megyei alelnöke elmondta, sok házi orvosi állás betöltetlen, a praktizáló orvosok fele pedig nyugdíjkorhatár fölött van. A Magyar Szocialista Párt szerint az alapellátás problémáira is az egészségügyi bérek 300 milliárd forintos rendezése nyújthatna megoldást. A praxisoknak az értéke lenullázódott. Vidéken már praxis jogot nem lehet eladni, nagyon sok, mint egy egyharmad üres állás van, üres praxis van, és hogy már Nyíregyházán, ahol a praxis jog nagyon drága volt a korábbi időszakban, hogy itt is van már olyan praxis, amelyik egy éve üresen áll az orvosnak a halála miatt. Szombaton mutatják be a Palacsintás király című zenés mesejátékot a Móricz Zsigmond Színházban. A darabról a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. Szeretné megjavítani 220 cm-es idei legjobbját Bakosi Péter, aki szombaton Budapesten a fedett pályás országos bajnokságon áll majd rajthoz. Rangadóval kezdi a tavaszi szezont a Kölcsei DSN női kézilabda csapata. Az NB2 északkeleti csoportjának listavezetője a nyitófordulóban a második helyezett Hajdúböszörmény otthonában lép pályára. Dínom-dánom ország királya és lakói várják a gyerekeket és szüleiket szombaton a Móricz Zsigmond Színházban. Fésűs Éva a Palacsintás király című zenés mesejátékának premierjét láthatja a közönség Háda János rendezésében. A bemutató kapcsán rajzversenyt is hirdetett a teátrum, a belépő jegyek pedig palacsinta kóstolására is érvényesek. Éliás, Tóbiás, egy tál dödöle. Ennél a rigmusnál több nem is kell ahhoz, hogy felidéződjék bennünk gyermekkorunk egyik kedvenc filmje. Éliás királyfi, Dereje főszakács és Kökény szemű Katica mind személyes ismerőseink lettek a versenyben, melyik szép lány képes megsütni 100 palacsintát. Dereje, a gonosz szakács és kiterjedt rokonsága mohóságukkal sorra döntik romba a birodalmakat, de Éliás királyfi elhatározza, hogy véget vet a fosztogatásnak. Segít neki ebben Csöröge, a hűséges udvari bolond is. A végén pedig minden úgy lesz, mint a mesében. Az előadás rendezője szerint nagyon fontos, emberi értékeket ábrázoló gyerekdarabot a színházban bemutatni, hiszen ilyet a televízióban ma már keveset játszanak. A produkció kiemelkedően fontos eleme a díszlet és a jelmez, amely most Csík György munkája. Csak úgy tudjuk hozzászoktatni a gyerekeket a színházhoz, és akkor tudunk nekik üzenetet adni, hogyha megtörténik az a varázslat, ami sehol máshol nem történhet meg. Itt és most játszódik előtte, nem a filmvásznon, és mégis egy olyan csoda, egy olyan látvány és egy olyan varázslat történik előtte, ami megmelengeti a szívét, ami játékosságot ad, és közel hozzá mindazt, amit mi el szeretnénk mondani. Csörögét, az udvari bolondot Éj és Ákos alakítja, akinek gyerekkorában nagy kedvence volt a film. Jó volt, volt benne jó, volt benne gonosz, volt biztosan gyermekek számára felfogható, érezhető, ha nem is konkrétan kimondott igazsága, volt tanulsága ennek a történetnek, az igazi klasszikus jó értelembe vett mese, amire szerintem szükségünk van nagyon. A bemutatóhoz kapcsolódóan rajzversenyt is hirdetett a teátrum. Általános iskolás osztályok alkotásait várják, hogy képzeled el a világ legjobb palacsintáját címmel. A pályaműveket február 26-áig adhatják le a versenyzők. A legjobb rajzok beküldőit a szervezők vendégül látják egy palacsintázós délutánra a mesejáték szereplőinek társaságában. Palacsintát minden néző kaphat majd, hiszen az egyik nyíregyházi palacsintázóban az előadás nézői jegyük bemutatásával megkóstolhatják Dínom-dánom ország királyának kedvencét. Szeretné megjavítani 220 cm-es idei legjobbját Bakosi Péter, aki szombaton Budapesten a fedett pályás országos bajnokságon áll majd rajthoz. Bár az utóbbi időszakban betegség hátráltatta a felkészülését, a nyíregyházi magasugró a 226 cm-es Európa-bajnoki kiküldetési szintet célozta meg.
Eddig 5 versenyen állt rajthoz a Ferencváros szezonban Bakosi Péter, aki két alkalommal 220 cm-ig, kétszer 213 cm-ig, egyszer pedig 210-ig jutott. A hétvégén Budapesten a Szimacsarnokban rendezik meg a felnőtt ferencvárosi országos bajnokságot, amelyen címvédőként áll rajthoz a nyíregyházi atléta. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján alig ha lesz ellenfele az NSC magasugrójának, bár elmondása szerint nem a legjobb előjelekkel készül a megmérettetésre, a szám első számú hazai férfi verseny. Most jelenlegi formám nem az igazi, mivel volt egy kis betegség, amiatt eléggé visszavett az utolsó két versenyembe, és nem sikerült rendbe rakni. Remélem, hogy már a bajnokságon azért már sikerül visszaadni azt a formát, amit előtte sikerült nyújtani, vagy akár jobbat. Mi az a cél, hogy legalább a következő versenyeken sikerül megcsinálni legalább az EB szintet a fedett pályán. Az edző édesapa Bakosi Béla szerint a fedett pályás időszak felkészülése a szabadtéri szezonra ettől függetlenül nem bánná, ha tanítványa megtalálná korábbi formáját. Remélem, hogy most a bajnokságon jól fog ugrani Peti, és ha minden igaz, utána még lesz egy külföldi versenye, ez csak abban az esetben fogja vállalni, hogyha a bajnokságon jól ugrik. Igazából utána rögtön elkezdenénk a felkészülést a nyári szezonra. A fő cél az Atlétika Európa bajnokság, végig is úgy döntöttünk. Ez a fő verseny, erre fog mindenképpen rákészülni. Emellett természetesen, ha sikerül esetleg egy olimpiai szintet megugrani, akkor természetesen az olimpián is részt venne, bár az mostani állapottól elég messzinek tűnik. Igazából a szövetség mindent megtesz azért, hogy kimozdulunk erről a 220 cm-es eredményről. Lesz Bonyhádon egy összetartás március vége fele, a 20-a körül, és utána pedig a Kanári-szigetekre mennénk ki április elején 2 hétre a magyar válogatottal. A tervek szerint májusban németországi edzőtáborba utazik majd Bakosi Péter, aki a tréningek mellett versenyeken is rajthoz áll majd. Aztán kezdődik a hazai versenyidőszak, amely alatt teljesítheti az amszterdami Európa-bajnokság 226 cm-es, vagy akár a Riói Olimpia 229 cm-es kiküldetési szintjét. Rangadóval kezdi a tavaszi szezont a Kölcsei DSE női kézilabda csapata. Az MB2 északkeleti csoportjának listavezetője a nyitó fordulóban a második helyezett Hajdú Böszörmény otthonában lép pályára. Január elején kezdte el a felkészülést a Kölcsei DSE, amely 25. idényét tölti NB-s bajnokságban. A harmadosztály északkeleti csoportjának listavezetője 3 tornán vett részt az elmúlt hetekben, és mind a 3 tornát meg is nyerte Hadobás István együttese. A tesztmeccseken is jól szerepeltek a lányok, úgyhogy a formára nem lehet panasza a szakvezetőnek, viszont akadnak más jellegű gondok a rangadó előtt. Vannak sérültjeink és betegeink is, elsősorban Márkus Gizella nagyszerű beállósunknak a ujja eltört, műtötték, most rehabilitációs mozgásokat végezhet, tehát rá mindenképpen nem számíthatunk hétvégén. A többiek, ha sérültek is voltak, de meggyógyultak, úgyhogy nagyon nagy elánnal készülünk a hétvégi rangadóra is. Hát ősszel egy nagyszerű mérkőzésen ezt a csapatot 13 góllal vertük itthon, ami őszintén engem is meglepett, egyrészt a játékunk minősége, másrészt a győzelem aránya. Hát most megelégednénk egy gólos győzelemmel is, és azon is leszünk, hogy sikeresek legyünk. A csapatkapitány Kelemen Gréta nehéz tavaszra számít, viszont bízik abban, hogy vannak olyan erősségei az együttesnek, amelyek hozzásegítik az őszi szereplés megismétléséhez. Mindenképpen a csapatszellemet emelném ki, nagyon jó egy ugrompendőrünk, nagyon segítünk egymásnak, tényleg harcolunk a pályán egymásért is, nem csak a játék kedvéért, nagyon szeretjük egymást, és szerintem ez a lényeg, ez a fontos, és ez az erősségünk a csapatnak. A Hajdúböszörmény Kölcsei DSE mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik, hazai környezetben pedig egy héttel később a Miskolc ellen lép pályára először Hadobás István együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Mintegy 20%-kal kevesebb baromfihús fogyott január hónapban az előző év hasonló időszakához képest, ennek oka a sertéshús áfájának drasztikus csökkentése. Ennek köszönhető az is, hogy a feldolgozók átlagosan 15%-kal olcsóban adják a baromfihúst, ezt azonban a vásárlók kevésbé érezhetik az üzletekben, mivel az elcsökkenést a kereskedők legtöbbször nem érvényesítik áraikban.
Erősíteni a megyei szintű foglalkoztatási gazdaságfejlesztési együttműködéseket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. A mai közgyűlésen erről is szavaztak a képviselők. A terület és település fejlesztési operatív program egyik felhívására nyújt majd be kérelmet az önkormányzat, annak érdekében, hogy konzorcium vezetőként a kormányhivatal munkaügyi főosztályával együttműködve segítse a helyi munkaerőpiac bővülését. Szexuálisan zaklatta, simogatta és bizalmas üzeneteket küldött diákjainak egy nyíregyházi kollégium tanára a gyanú szerint. A férfit őrizetbe vette a rendőrség, majd 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték. Ha elítélik a tanárt, akár 5 év börtönbüntetést is kaphat. A Kölcsei Televízió iradóját látták csütörtökön, friss hírekkel, természetesen holnap este is várjuk majd Önöket, tudósításainkat pedig továbbra is elérhetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel. A Kárpát-medence fölött kelet felé átvonuló, sokfelé ismét csapadékos időjárást okozó ciklon mögött az eddiginél hidegebb levegő érkezik fölénk. Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, eső, zápor várható. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 fok körül alakul. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, de a déli majd az északnyugatira forduló szél megélénkül helyenként megerősödik. Délutánra 8 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Az egymást követő frontok hatására a következő napokban is mozgalmas, változékony, tavasziasan enyhe időre van kilátás. Szombaton szinte mindenütt lehet némi napsütés, vasárnap ismét több felé eshet. A jövő hét elején csak átmenetileg csökken a csapadékhajlam, kedden szerdán újra több helyen valószínű eső, zápor.